Na sziasztok, el is elkezdtem egy újabb videóval, és ebben a videóban el fogjuk kezdeni a harmadik szezonját a Terraria sorozatunknak, te atya úr isten, de viszont nem is akárhogyan, hisz ugyanígy itt van velem Chris. Sziasztok. És vele fogjuk csapatni modosan ezt az egész sorozatot, és ebben a modos sorozatban használni fogunk kettő nagyobb modot, és több kisebbet, igazából itt meg is mutatom nektek. A kettő fő mod az a Calamity mod, és a másik nagyobb mod pedig a Thorium mod. Ez a kettő mod tartalmaz nagyon-nagyon sok új itemet, és nagyon-nagyon sok új bosst, úgyhogy lesznek benne izgalmak. Továbbá letöltöttünk hozzá egy ilyen boss checklistet, ami igazából egy ilyen lista a bossokról, hogy miket öltünk már meg és miket nem. Tehát ez nekünk sokat fog segíteni, hogy milyen bossok vannak egyáltalán benne a kettő modban együttvéve. Aztán letöltöttünk hozzá még egy ilyen Which mod is this from nemű modot, ami igazából leírja, hogy melyik item melyik modból származik. Ami szerintem egy kicsit így, hát igazából segítség azoknak, akik kíváncsiak, hogy ez az adott item, az melyik módba származik, igazából ennyire egyszerű az egész, és nem kell tovább beszéljek erről. Aztán, ami nagyon fontos mod szerintem, az a Magic Storage, ami igazából ládákat ad hozzá egyébként a játékhoz, olyan ládákat, amik nem akkora ládák, mint az alap vanilla játékban lévő ládák, hanem nagyon sokkal-sokkal nagyobb tárhelyen rendelkeznek. Ez azért fontos nekünk, mert ugye Thorium modban és a Calamity modban nagyon-nagyon sok item van, több ezer itemről van szó, és emiatt, hogy ne kelljen 8 millió ládát letenni, hogy azokban el tudjunk férni, emiatt raktunk hozzá ezt a modot. Aztán az utolsó mod az a Recipe Browser, ami igazából meg fogja könnyíteni a craftolásunkat, hisz nagyon sok item, mint ahogy mondtam, nagyon sok item jött be, és emiatt nagyon sok craftolható cucc. A materiálokat rá tudsz keresni a materiálokra, hogy mit tud belőle craftolni. Igazából egy ilyen extended guide. Tehát, hogy tudom, amikor a guide-ba berakod a cuccot, akkor kiadja, hogy mit lehet. Aha. Ez végül is az, csak rá tudsz keresni a dolgokra, és így megmondja, hogy miből mit lehet craftolni. Ezzel a nagy mod pack-kel idézőjelben fogunk játszani. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan fog ez az egész alakulni. Expert módban terveztük kivinni, szóval nem is a normál módban, nem is a normál nehézséggel, hanem expertben fogjuk tolni. Hogy ugye a régi bosszok, a normális vanilla bosszok is nehezek legyenek, mint a modos bosszok, szóval yeah. Na szóval, sikeresen felvettünk 2 órányi anyagot lenémított mikrofonnal. Emiatt az előző mentésünk amúgy sem sikerült túl jól, tehát nem haltunk túl sokat így 2 óra alatt, szóval nem gond szerintem. Azt mondom, hogy hozzunk újra egy új izét, ugye az első karakteremnek azóta nem vagy Béla. Mert azért nem leszek, mert ő már fejlődött, és 1 óra 34 perce van benne a játékban, szóval őt hanyagoljuk. A haja az a best szerintem az üllő, szóval maradjunk az üllőnél, az üllőfejűnél. Mert az annyira menőn néz ki, nem? De most nem. Nem. Hát miért? Annyira? Most Krisz, mondd meg, hogy nem menő az üllőfej. Írjátok meg, hogy mennyire menő az üllőfej. Karakter neve mondjuk legyen József. És a modos cucmuc, na hát igen, azért lett lenémítva a mikrofonom, mert a OBS-en belül a gyors billentyű a némításra, a Ctrl plusz, mi az? Shift plusz M. És hát jól tudjuk, hogy a Shift plusz M-mel mit írunk be. Legyen large, expertbe toljuk, mert mi ilyen profik vagyunk. Corruption legyen, és mi legyen a világ neve? Nem modos cucmuc, mert kicsit így balszerencsénk lesz azzal. Úgyhogy simán legyen cucmuc. Úgyhogy az első boss az milyen lesz? Úristen! Na arra én kíváncsi vagyok egyébként, mi lesz az első boss, mert ugye... Az nagyon tiktaks kell amúgy. Na, havas bajomba dobott be minket. Ez annyira nem jó jel, hisz előzőleg is havas bajomba dobott be, és nagyon kemény volt. Így az első pár másodperc. Kaptunk pár alapitemet, amiket ezt nem fogjuk használni, ezt sem fogjuk használni, meg ezt sem. Ez nem tudom mire való egyébként, srácok, de ezt kipróbáltam, beraktam, az a sorry.
Szóval emlékeztek, mikor azt mondtam, hogy kemény volt a... Szóval emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy kemény volt a havas bája? Mondtam, mindegy... hogy kurul! Ne, Krisz, itt van megint ez a... Meghalt, jó Isten. Úristen, menjünk innen. Menjünk innen, jó? Szóval kaptunk 2-3 alapitemet, 4-et. Ez egy ilyen kis... Family Heirloom, ami nem tudom mit csinál, mert leírás alapján nem egyértelmű. Kaptunk egy ilyen Revengeance-ét, ami igazából azzal nehézségi szintet tudjuk állítani, de ez még kell valami más is, ahogy tudjuk ezt csinálni. De... az Istenem, ég áldjon meg tégedet. Ice Shard. Na ez viszont hasznos lesz egyébként, mert Ice Shardot azt nagyon jó dologra tudjuk felhasználni, amit majd később megláttuk majd úgyis. Itt van Iron Heart, ami azt tudja, hogy benyomod, akkor ilyen koponya stílusúra változik át a szíved. És hogyha bosszol meg téged, akkor konkrétan meghaltál örökre. Tibi? Krisz? Mert meghaltunk egyébként. Tehát, ha bosszol meg téged, akkor meghalsz örökre, úgy, mint egy hardcore-ba. És... ezért nem akarom ezt így benyomba tartani. Tehát ez ilyen nagyon-nagyon hardcore-os emberkéknek ajánljuk egyébként ezt az itemet. Úgyhogy ja, ennyit érdemes itt tudni. És kaptunk egy starter bag-et, amit érdemes kinyitni, ugyanis van benne sok cucc. Te atya úristen! Érdemes jobbra. Ki... Állj meg! Hú ember, te úristen! Szóval, kaptunk egy mana kristált, amit azonnal be is nyomok, és kaptunk egy King Slime idézőt, jaj, ne Pisz. Hiányoztál már amúgy, te drága szág. Ah, ott a döbőr, haha, nem tudom mire való a bőr, de biztos jó. Robot porszívó is van. Annyit láttam, hogy kesztyűt lehet belőle csinálni. A bőrből? Tudom mire jó. Hát, az hogy kiszámoltam? Oda figyelj! Visszateleportál. Ja, szóval ilyen kis teleportálós robotporszívók is vannak ebben a drága modban, mert annyira szeret minket. Továbbá kaptunk 3 chestet, alappósonokat. De ezeket nem igen fogjuk használni, mert ez is ilyen játék nehezítő dolog. Tehát, hogy hogyan szopasd meg magad Terraria módra. Magyarul, így röviden tömören. Nem tudom mennyi fád van, de szerintem sok. Sok. Úgyhogy szerintem kezdjük is el házat építeni, és haladjunk a korral, mert előzőleg nagyon nem haladtunk semmivel. Szerintem nem tudom, építesz egy olyan alapházat? Adok fát, vagy igazából nem adok, mert van sok neked, szóval nekem is kell. Kardra akartam váltani! És nem tudtam, mert ugye számokkal váltak most, mert a görgöm egy postaliska. Úgy dzsungel van, egyből jobbra. Ja, balra, igen. Uh-huh. Nem vett elő az íjat, mert messze volt a 7-es. Ezért szerintem az íjat azt átteszem valahogy a fejsz helyére. Ezt így akarod, vagy hogy lesz ez? Hát itt megpróbálok átesni, amennyire tudok. Meg akkor legalább földet is szerzünk, érted? Uh-huh. Wolfram battery, ez szerintem új. Materiál... Summon damage-et increase-el, meg equipable. Ez az a story. Summon damage-emet megnevelt. De nem ért a fogt meghalni? Lehet, egyébként meg rohadt sok HP-ja van. 80. De nem érte, szóval, hogy rám küldöd, de nem ért. Na, de nem érte, fogsz meghalni, Krisz, amúgy. Egyébként ez a crafting metal, vagy... Igen, metal scrap ez, amit droppolnak ezek a robot porszívók, meg a robot gömbök, meg mindenféle drónok. Azokból lehet craftolni eszközöket, meg armort, szóval... Fogjuk rá ilyen... És ilyen materiál, mint a fa. Például. Jól, lepöccintek ide egy workbench-et, azt egyben craftoljuk is, a dupla szobás szállodát, lakosztályt, luxus lakosztályt, igen. Megtanultuk egyébként az előző felvétel alatt, hogy a tégla az OP. A tégla az egyik legerősebb kezdő fegyver, akármennyire is így hangzik. Konkrétan az a legtöbb szörnyet nagyon hamar meg tudja ölni, még expertben is.
Itt 5 darab ice shardunk van. Nem tudom, mit tudunk most craftolni, de szerintem kell üllő először. Aha, kell először üllő, hogy tudjunk értelmes dolgot craftolni, szóval... Lehet, hogy azokat először visszarakom. Nem tudom, menjünk egy jobbra szerintem. Lehet nem jó ötlet este, de azért... lehet meg kell próbálni egy este. Ja. Világítok, öljed őket. Én úgy ölem halad. Csak gyorsabban lehetne dobálni, annak örülnék mondjuk. Na, Guide beburta a killemet. Kás. Meg volt, hogy counterölni a hó embereket amúgy. Igen? Kettő blokkon már nem tudnak fölgurulni. Ha! A bének. Menjünk itt le, szerintem. Hát, ha van valami értekesebb érc. Shuriken. Hmm. Megpisztál! Nem tudom, felveszed? Felvehetem. Na, az előző felvételben nem is találtuk még Life Crystal-t, szóval ez most ilyen szerencsés... Szerencsések voltunk mondjuk. Jó öreg kötél. Mit találtál? Semmit. Pénz volt, shuriken. A mókusoddal mi van amúgy? Nem tudom, egy helyben áll szerintem. Na? Te kicsit így... Szuperszonikus? Aha. Mennyi vasunk van otthon? Mert akkor le tudnánk üllőt is csinálni abból a vas mennyiségből, amit találtunk. Lehet, az is vas egyébként, azt kiveszed? Ja, ez silver, bocs. Silver? Várj, akkor ez milyen tírű? Az ilyen arany és... silver között van, nem? Mi ez? Arany és iron között van. Ez vas. Nem, ez tin. Van már a Sheen! Ha, halló, Sheen! Adom. Ez meg... Ez iron? Mi? Iron. Ha, easy. Ó, merchant! Na. OP. Idáig sem jutottunk el még az előző felvétel alatt, figyeled. Jó gyors volt, mert nem csináltunk kettő szobát. Nem ugranék le. Ja. Talad. Én itt talom. Vannak ott lett egy páron. Biztos? Újjaj! Ez medúza! Drága medúza néni itt van. Igen. Abba te... Nem voltam biztos, csak mondom. Máshogy terveztem az ugrást, tudod. Mit voltam, hallod? Ez már Platinum Play. Ne! Jó, Ice Shard, oké. Bagol! Nem bagol! Ott is van egyből easy kill. Jó, azért... Egyedül nem mondanám, hogy durván jól tolnám így expertbe. Azért? Jó, hagyjad már, nem belemenni. Vigyázz! Sokat sebeznek azok expertbe? Gondolom. Jól tudom. Valami szerintem nem tud lőni. Na, easy. Nem tud lőni onnan? Hát... Nem tud. A béna. Nem jó. Na. Tégla, OP. Easy, szép. Ez nem megy fel. Hát... Inkább öljön le. Hallj meg! A tüsia nem jó. Hello. Ez nagyon nem jó. Mi van a mókusokkal amúgy? Hol az istenben vannak? Tudom. Sehol köt. Kriszel meg az! Ugye? Jézusom, mit csinál ez a csávó? Szereztünk ice shardokat, ami szerintem nagyon jó előrelépés. Ja, hisz azokból van. Lehet jól sok cuccat csinálni. Követ engem valami szerintem. Mióta van kutyád amúgy? Tudom. Meghalt. Megnézem, jön a meccset. Megbeváltam téglával, azt így egyből hal. Baseball. Aha. Baseball? Lehet baseballozni? Aha. Shuriken. Crude bat. A throwing damage. Ha. Aha. Idekes. Ezek fáklyát tőle. Nincs sok vasunk, minden esetre maradjunk annyiba. Viszont... Tudjad magadnak, én az ice izét fogom csinálni. Tudjad magadnak. Uh-huh. Jó van. Szóval itt a szimfonikus damage, ez az új tier egyébként. Ami olyan, mint egy magic cucc, csak... itt másféle mana van, tehát ez is ilyen mana rendszeren működik, csak nem ez erre a manára, hanem van egy külön manája ennek a szimfonikus cuccmucnak. Itt ugye a boss log, itt jobb lent,
És hát ja, ennyi bosszunk van. Szóval így az eventeket is bele számítja egyébként. Tibi, nem kell a healer craft? Micsoda? De ugye az is új. A healer. Healer craft? Jajaj, az is új cucc. Healer craft. Mert hogyha te a ranger leszel... Legyek ilyen zenész? Az úristen nem. Ne? Tudok csinálni egy ilyen kis izét. Kis ilyen... Fütyit. Most csináltad? Resource maximum egy 5% maximum resource. Kapsz ilyen effektet hozzá. Igen, jégből is lehet csinálni. Vagy ebből az izéből, az ice shardból. Ilyen kis izé... Fütyi. Vagy mi ez? Resource maximum egy. Az mi? Ez mi? Úristen. Ez mi? Akkor leszek healer class. Leszel healer class? Leszek healer class-t. Itt van egy... mi ennek a neve? Kasza? Amit lehet csinálni, ez a healer class-nak van. Az igen. Én a rogúnak akkor így... rámegyek a rogúra szerintem akkor így, mert az elég jó pénzdobós téma, hallod? Lehet a mikrofon egy téglát, mert amúgy eddig ez a legópé fegyver, amúgy így. Kipróbálom a fegyőmat, jó? Mi ez a resource amúgy? Oké. Ja, aha, jó. Oké, jó. Értelek.